Halálra ítélték Shikenbarut. Az a karate Okinawából. Kihívott egy egész karate iskolát, és 7 ember tölt meg. Vérszomjas gyilkos. Sem ügyvéddel, sem pappal nem hajlandó beszélni. Kivégzés 3:10. Készüljön. Nem fogok. Jól van, na. Van még egy kis idő. Az úr egy utazó buddhista szerzetes. Maga miatt jött. A halálra ítélteket segíti. Lelki békéjükért imádkozik. Még valami. A testvéreinek persze hagyhat üzenetet. Ha kívánja, eljutatjuk nekik. Tegye meg bátran. Tűnjenek innen! Akkor hagyjanak minket magunkra. Jó, 5 percet kapnak. Látom, karatézik. Mondja ki maga? És melyik iskolából? Én Shikenbaru Tateki, az Okinawa karate mestere vagyok. Sajnos manapság a karate komolytalan. Egykoron a karate életre halára ment. Bár csak megélném azt, hogy egy maga fajtával harcolhassak. Eljön az ideje. Ne mozdulj. Amit érzel, az késleltetett aszfixia. Hogy lehet ez? Megvan. Ez Daigyoku technika. Én magánzó vagyok. Lassan elzsibbad az egész tested. Ha tényleg meg akarsz küzdeni velem, akkor 10 percig tartanod kell magadat. Képes vagy rá, tudom. Megcsinálod.
Állj fel! Itt az idő! Szívmegállás? Hát, még van pulzusa, igaz gyenge? Megmenthetjük. Mentőt. Öröm. És ön? Mit tanácsol? Ilyen eset még nem fordult elő. Az ítélet végrehajtást elhalasztjuk. Vitessük kórházba. Ez az előírás. A beteg elítéltet kötelező. Kórházba vinni. Menjen innen! Te! Ez veszélyes! Tűnés innen! Elnézést! Fuss, fuss! Gyerünk! Gyerünk! Gyere csak! Főnök! Megcsináltuk! Sikerült! Szállj be! Fukuoka. Tokió. A rendőrség még keresi a megszöktetett rabot. Eddig minden erőfeszítés ellenére nem tudni, hogy vajon előre eltervezett volt-e a szöktetés. Barmok! A képen látható eset az utcán történt. A szemtanúk vallomásai különböznek, így feltételezhető, hogy több tettesről beszélhetünk. A kivégzés időpontját előre nem közölték. Az ügy rejtélyes, hiszen a tettesek honnan is tudhatták volna, hogy a rabot kórházba fogják szállítani. Így vajon hogyan tervezhették meg a szöktetést? Ajaj! Baj van! Kérdés, hogy történhetett meg az... Főnök! A rendőrség... Szeles csirke lesz ma ebédre! Hogy? Egyszer nem tudsz odafigyelni! Hogy mersz? Panaszkodni!
Nélkülem már rég éhen haltál volna. Még mosni is én mosok rád. Nem de bár. További híreink. Elhunyt Hamet, az olajmágnás. Hamet, a Berunera olajvállalat a világ harmadik legnagyobb olajipari cégének elnöke volt. Hamet sokat tett Japánért. Hirtelen halálával példátlan veszteség érte az országot. Hamet egyetlen lánya, sok milliárdos vagyonos örököse lett. Sarai Hamet jelenleg éppen Japánban tanul. Most pedig következzenek legújabb híreink. Itt a... Megbízás teljesítve. Na! Hol van? Él még? Ugye... beszélhetünk vele. Nem lehetséges. Szökött rab nem maradhat az országban. Merre van? Úton Hongkong felé. Ide a 3 milliómat. Nem, még nem láttam. Kérem, adjon egy kis időt! Adjatok biztosítékot! Eladlak! Hogy merész, Eli? Kérem, értse meg! A bátyánk életéről volt szó. Az agyamra mész. Nem bírom azt, aki nem tartja be a szavát. Ez lenne a karate tudásod? Nem volt még elég? Nem győzöl le. Bátyám! Seibukan Karate iskola. Figyelem! Ütés! Előre! Hajime! Jave! Előső hárítás! Hajime! Elkészül! Hagyj be!
Mester, a kisasszony van itt. Bácsikám. Szeráj, rossz hírem van. Apács hajnos meghalt. Az nem lehet. Írt nekem. Csak 2 napja, hogy írt nekem. Apám! Szeráj, haza kell menned, már is intézkedem. Várj! Egyelőre jobb, ha marad. Bácsikám! Kedvesem, Jadó úr jön érted. Szeráj! Szeráj! Beszéltünk Jadó úrral. Apád szívrohamban halt meg. Tudod, te vagy apád vagyonának egyetlen örököse. A világ 3. olajvállalata a te felelősséged. A keselyük most már hamarosan megkörnyékeznek téged. A Mutaguchi vállalat. Tsurugi, te vagy a leggonoszabb. Üzletelünk? Azért ne esd túlzásba. Bár szép a lány. Na jó. 3 millió jen. Hagyják abba! Majd én elintézzük. Gyere! Hagyják abba! Majd én elintézlek. Szépségem, meglátod, jó lesz. Meg én. Hagyják abba! Épp kerestelek is. Lenne egy megbízás. Te szöktetted meg azt a rabot. Beszéljünk az üzletről. Beszéljük meg a vacsoránál. Nem sietünk sehová. És bemutatlak valakinek. Miss Yang és Mr. Liang Hongkongból. Mr. Tsurugi. Ni hao. Tessék. Nagyon örülök. Már sokat hallottam önről. A férfi, aki a lehetetlent is végrehajtja. Hagyjuk a rizsát. Beszéljünk az üzletről. Rabolja el. Persze védelmezik. Masaoka Kendo emberei. Ez a neked való munka. Karatés ellenfél. 5 millió. 50 millió. Ebből 20 előre. Ajjajjaj. Ez már túlzás. Szerintem meg méltányos. Átadáskor 50 millió, készpénzben. Nincs előleg.
Gyanakvó vagyok. Értem. Ahogy én is. Bizalom nélkül nem kötök üzletet. Viszlát. Várjon! Mi beavattunk a terveinkbe! Nem léphet csak úgy le! Hagyjam! Hagyjam békén! A gorjukán jele. Már értem. Bérgyilkosok szervezete egyenese Hongkongból. Együtt működnek a maffiával. Tehát... maga is közéjük tartozik. Ne aggódjon! Tartom a számot! Ezt megígérem. Mutaguchi, hagyja! Maga... még nem tudja, milyen veszélyes ember. Főleg, ha túl sokat tud az ügyeinkről. De nem fog. Liang, intézd el. Igenis. Gyerünk, főnök! A lábakat! Magasabbra! Lazábban! Bírod még? Nyissák ki! Kinyitni! Nyissák már ki! Főnök! Túl sokat tudtam meg rólatok, mi? Micsoda mocsok banda! A maffia! Most lesz érdekes. Már tudom is, hogy mit kellene tennem veled. Szólj a főnöködnek, hogy ellenségekké váltunk. Liang! Mondd csak mégis, hogy engedhetted, hogy ez megtörténjen? Miért nem ölted meg ezt a curugét? Próbáltam. De sajnos jobb volt, még nálam is. Bocsásson meg, kérem. Bocsásson meg. Lehetetlen! Hiszen a gorjukáj sosem hagyja cserben az ügyfeleit. Mondd csak, a hírnevünket jöttél besározni Japánba? Hibáztam! Bocsásson meg! Neked ezzel véged.
Mutaguchi. Ez a Tsurugi mostantól az ellenségünké vált. Beszéljünk a központtal, hogy küldjenek egy profi bérgyilkost. Várj! Masaoka Kendo a legjobb karate mester Japánban. Én bizony aggódom. Kik vagytok? Utána! Luker, gyerünk! Föl az emeletre! Gyorsan! Mi lesz már? Siessetek! Hol van? Ott van fenn! Még szebb vagy élőben. Hagyj! Engedj el! Mit akar itt? Nyilatkozzon azonnal! Elég! A mestert keresem. Bácsikám! Tehát maga Masaoka Kendo. Tsurugi Takuma. Küzdjünk meg! Hallottam, az iskolája gyenge harcosokat nevel. Ezt be is bizonyítom. Ha megtagadja, megölöm őt. Jöjjön utánam! Jól vagy? Ne! Nem ér. Ken vagyok. Visszavágok! Elég! Ennyi! Most pedig magával küzdenék meg. Várj! Gyerünk! Köszönöm!
Vigyázz! Azt mondod, Tsurugi Takuma vagy? Ismertem egyszer Kínában egy Tsurugi Reizan nevű embert. A karate és a kínai box ötvözésén munkálkodott akkoriban. Ő lenne az apád? Figyeljen! Kérem! Hallgass! Apám nem kém! Engedj el! Kérem! Kölök! Eddig apád bizony egy mocskos áruló! Tűnés innen! Ne bízz senkibe! Csak is magadra számíthatsz. Tested és szellemed legyen edzett! Te légy a legjobb! Ne hagyd, hogy bárki legyőzze! Elég! Elég már! Elég! Rendben. Bizonyított. Fogadjon fel. A lány védelmére. Valaki felbérelte a Goryukait, hogy megszerezze a Hamet vagyont. Valakinek el kell kísérni a lányt haza, de önnek csak az lenne a megnyugtató, ha valaki elbánna a rossz akarókkal. Nem igaz? Ő bizony. Úgy gondolom, én megfelelek a feladatra. Ezért jöttem ide. Az bizony igaz, hogy sok emberre lesz szükség. Ebből elég. Miattam ne. Semmiképpen. Inkább meghalok, mint hogy. Ez védjen. Undorodom tőle. Mondja, mester, hogy határoz? Na persze,
Én is mocskos gazember vagyok. De pont ezért tudom, hogy hogy gondolkoznak. Egy kérdés maradt csupán. Mégpedig? Amikor karatézik, érzem, teli van haraggal. Ez az apja megvalósulatlan terveivel lenne kapcsolatban? Remélem, igen. Mert önben megvan az erő. Marhaság! Nem vagyok az apám. Akkor mégis hogyan döntött? Megbíz vagy sem? Nos, bízom önben. Harcosként és férfiként. Jó. Remek. Hongkong. Tsurugi Takuma. Egy közönséges japán harcos. Hogy egy ilyen dolgozzon Goryu Kai-nak. Úgy tűnik, nem lebecsülhető. Képzelje, Miss Yangnak is gondja támadt vele. Ding Zhao, szükségem van néhány emberre. Rendben. Egy pillanat, Mr. King. A megbízója biztos nagy hal. Megfizetünk. Lehet magam megyek Japánba. Mostanában ritka, hogy ilyet hallok. Bizony. Biztosan kell tudnom, hogy ez a Tsurugi alak tényleg meghal. Uram, szép jó napot. Viszont. Uram. Ó, üdv, uram. Mit csináltál? Csak megöltem valakit a piacon. Félre! Félre! Moroko! Járt itt Endosi? Hol van? Hé, te! Mondd meg a neved! Honnan jöttél? Gyerünk! Már egy ideje errefelé lődörög. Nem tudni, honnan való. Gyanús! Vigyék be! Igenis! Állj! Ding Zhao! Ki ez az alak? A maga embere? Felügyelő! Csak hagyja őt békén. Mára ennyi volt. Ding Zhao, mostanában itt többször is törvénytelen dolgokat tapasztaltam. Felügyelő úr, Kulonban a törvény. Én vagyok. Jegyezze meg.
Új szállítmány érkezett. Válogass csak! Nácsi! Nácsi! Bátyám! Hogy kerülsz ide? Mi történt? De örülök, hogy élsz. Így nem volt. Értelmetlen Gijun halála. Hogyan? Gijun meghalt? Tsuruki Takuma ölte meg. Miért? Bátyám, én nem számítok. De meg kell bosszulnod Gijun halálát. Kérlek! Tehát testvérek vagytok, és pont Tsurugi. Kicsi a világ. Uram, kiváltanám a húgom. Pénzed van? Adjon munkát. Bármilyet. Le tudod győzni Tsurugit? Ha megölted, ő a tiéd. Gyere velem Japánba. Ígérem. Ígérem. Megölöm Tsurugit. Karate! Már értem! Persze, értem! Ó! Bocsásson meg! Nem tudtam hamarabb elszabadulni. Jado, alelnök úr, a legmélyebb részvétét küldi önnek. Úgy hittem, hogy eljön személyesen. Nagyon sok tennivalója van, de meglátogatja majd Hongkongban. Tudom, hogy váratlanul éri, de mindenképpen ma este repülünk Hongkongba. Mr. Bayan? Igen? Ezek az urak elkísérik Sarai kisasszonyt, rendben? Á, elkísérik. Arra ugyan semmi szükség. De Masaoka mester felelőssége megvédeni Sarait, amíg Japánban tartózkodik. Nos, ne aggódjon. Sarai és ezek az urak itt régi jó barátok. Viszlát, bácsikám. Sarai, tessék. Köszönök mindent. Főnök, hazáig fogjuk elkísérni a lányt. Persze. De nem csak azért vagyunk itt, hogy megvédjük. Megszerzem a vagyonát is. Na, gyerünk!
Miért álltunk meg? Mi ez? Azt hiszem, eldurvult a harc közöttünk. Franca! Főnök! Hová megyünk? Az aljas Mutaguchihoz. Főnök! A maffia nagy falat nekünk! Gyáva! Főnök, ki tudja, mi a fene történik itt még ma? Miért? Te talán félsz? Igen. Hát most mit csinálsz? Rakuda, várj meg a kocsiban. Hogy? Járjon a motor. Igen. Kembaru. Mit keresel itt? Rád vártam. Ezúttal meg foglak ölni. Most éppen más dolgom van. Nincs időm veled foglalkozni. Bejöttél mi? Tsurugi,
Tudom, hogy miért jöttél el ide. A lány viszont már nincs itt. Micsoda? Már elvitték Mutaguchi Izui villájába. Ha meg akarod őt menteni, akkor harcoljunk. Tsuruki, azt is meg kell tudnod, hogy Nachi az életét adná, hogy holtan lásson téged. Indulás! Sarai, megérkeztünk. Azért kellett kitérőt tennünk, hogy meglátogasson valakit. Gyorsan intézze el. El kell, hogy érjük a gépet. Ja, meggondoltam magam. Mégsem ma indulunk. Mi? Hogyan? Maga hazudott nekünk. Persze, megvan az oka mindennek. Az igazat megvalva, maguk idegenek. Csak ne szóljanak bele ebbe a dologba. Mégis, miket beszél? Az urak mindketten régi gyerekkori barátaim. Ó, valóban? Szerintem pedig valamilyen rossz dologban mesterkednek. Nem bízom a japánokban. Egyetlen egy pillanatra sem. De kérem! Masaoka Kendóban sem bízom. Az apja pénzét akarja megszerezni. Te szemét! Kán, induljunk! Ez a férfi vak. Mutaguchi falu. Thank you.
téged akarnak megölni. Azért csaltak ide. Engem raboltak el. Azért, hogy elgyere érten, Baján áruló. Ki tudja, lehet, hogy Jadó már halott. Tsurugi, nem tudom, mit kell tennem. Kérlek, segíts nekem. Nem lesz baj. Számíthatsz rám. De nem lesz könnyű. Légy bátor és gyere utánam. Rendben. Oké, fogom! Főnök! Hé! Induljatok tovább. Vigyázz rá, és várjatok meg. Rendben. Gyerünk. Takuma! Tényleg jó vagy. A nevem Kulon Dinsao. Jelentése a kuloni mészáros. Most megküzdök veled. Ne közelebb! Segített a lánynak elmenekülni. Meg kellene tudnunk tőle, hol van a lány. Úgy bizony. Még nem ölhetjük meg. Szükségünk van rá. Rendben. Fel a kezekkel! Indulj! Mégis, merre lehet? Aggódom. Tudja mit? Maradjon itt. Megyek, megkeresem. Beszéljünk. Na, beszélj te! Mondd meg, hol van a lány? A francba. Maga egy idióta. Mondja, mégis mire jó, hogy segít a lánynak? Ha együttműködik velünk, azzal nagyon sokat nyerhet.
miért akar... ilyen fiatalon meghalni? Főnök! Hagyjon! Hagyjon! Uram! Ezt a fickót ott! Vele láttam! Adják békén! Tegye azt le! Mit akar tenni? Még két golyó van. Ha meg akarja őt menteni, mondja meg, hogy hol van a lány. Elég! Gyerünk, mondja már! Kérem! Inkább engem, ő helyette! A második! Ne! 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 Beszélek! Beszélek! Rakoda! Ne tedd! Főnök! Legfontosabb a megbízatás. Nekünk meg kell mentenünk Sarayt! Főnök! Nem gondolod? Állj! Állj, beszélek! Beszélek! Odalent, vár a folyónál. Indulás! Igenis! Főnök! 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 Várj! Dén Szávó, miért kell mindig beleszólnod? Miért nem érted meg, hogy nem hagyhatjuk őt életben? Hadd öljem meg én! Főnök! Még él! Főnök! 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 Kelj fel! Kelj fel! Főnök! Errefelé nagyon sok fürdő van! Meggyógyítanak! Gyere! Gyere csak velem! Gyere! Kapaszkodj belém! Na! Kapaszkodj csak belém! Menj! Vissza! Tokióba! Egyedül! Most? Miért ilyen hirtelen? Mondd csak! Te férfi vagy, vagy gyáva nyúl? Rakoda, már nem fogok vele dolgozni többé. Figyelj rám, hiszen megölhettek volna. Ilyen egyszerűen. Nem engedelmeskedtél. Kérlek, többé nem leszek gyáva. Ha nem dolgozhatok veled, a szolgád leszek. Mióta megmentettél Szingapurban, odaadó a szolgáltalak, bizony, hűséges voltam hozzád, ne hagyd itt, főnök! Ne! Főnök, kérlek! Ne hagyd itt! Főnök! Rakoda, nem való neked ez a munka. Gyűjts egy kis pénzt, és élj sokáig. Főnök!
Várj csak! Ha szakni próbálsz, meghalsz! Főnök, ne... Ne mondj le... Ne mondj le rólam. Főnök, én lehet, hogy bizony gyáva vagyok. Hibázok is. Bocsáss meg nekem. Köszönöm! Igáljon! Szarály hercegnő Berunera olajvállalat. Itt az idő. Tudják, hogy mi a dolguk? Jado úr, jó, hogy életben van. Olvassa. Én, Sarai Hamet, ezúton kijelentem, hogy a Barunera olajvállalat egyetlen örököseként úgy döntöttem, átruházom minden vagyonomat Abdul Jadóra. Most már érti, kislány? A vállalat mostantól Abdul Jadó és a hongkongi Goryukai tulajdona.
Megtenné, hogy aláírja, kérem. Maga miatt raboltak el engem, és ölték meg a barátaimat. Igen, ez így van. Valami kimaradt, aki az apját eltette lábalól. Bizony, az is én voltam. Kislány, gyerünk, írja alá. Nem, soha. Din Sao, Tsurugi még él. Követett engem. Moroko megharcolt vele. Nem tudom, hogy mi lett a vége. Shikenbaru! Arra gondoltam, te lehetnél az utódom. Tsurugi remek harcos. De ha legyőzöd, én visszavonulok. Győzzön a jobb! Kisasszony, jobb lenne, ha aláírná. Öljön meg. Ha ennyire akarja a vagyonomat, csak tegye meg. Na ne! Értem, jött! Sosa!
Végre! Vigyázz! Állj! El az útból! Van egy javaslatom. Tsurugi és Shikenbaru régi ellenségek. Harcoljanak meg egymással. Erre nincs idő! Esetleg, ha veszítene, én magam ölöm meg. Tehát, Tsurugi, mit szólsz ehhez? Mondd! Rendben. Ha nyerek, átadja nekem Sarait. Igen, ígérem. Shikenbaru, mehet? Tsurugi, ne!
Maga csalt! Lácsi! Bátyám! Szólj le minket! Bátyám! Most! A szinkron a Black Mirror megbízásából a Syncton stúdióban készült 2009-ben. Forgalmazza a Black Mirror.